Sziasztok, mindenki szeretettel köszönöm, Takács Tibor vagyok. Kitaláltam egy bottartót, a letett botos technikához lehet alkalmazni. Laci barátom állandóan leverjen karókat, madzagokkal, kötözget mindent. Erre kitaláltam egy bottartót. Így néz ki. Itt ki van vágva, ki van szivacsozva. A teteje minden, hogy a bot ne sérjön, ide akad bele az orsótartó. Kiviszitek a partra, letapossátok. Jó, letapossátok, fölhagyjátok a zsanért, és beakasztjátok ide a botot. Ebbe a kivágott bot, amit ki is van hajtva, ebbe beleül az orsó tartó, ezt ráhagyjátok a biztonság kedvéért. Nincs az a harca, amikor húzza, ezt innen kiszedje. A féket előbb fogja meghúzni, mint hogy ezt innen kiszedje. Az elejét én egy elektromos kappásjelzőbe teszem bele, és ezt azért, hogy ha nincs rajta súly, az se gond, ahogy húzza a hal, meghalljátok. Itt, ha húzza a hal, ezt innen nem tudja kiszedni. Ide jöttök, nem kell semmennek nyúlni. Megfogjátok egy kis magatok felé, és már kint is van. Kijött a bot, és már fárasztatjátok alatt. Amikor beraktátok a botot, berakjátok ide, beül ebbe a kivágásba, zsanért ki van hagyva, ki van szívva, ne sérüljön, ráhagyjátok. Innentől kezdve itt semmiféle probléma. Létezik stéges változatba, amikor itt egy lappan négy csavarra lehet fogadni. A harcsázás.hu, Kén utca 6, Pintér Zsoltiék már árulják. Náluk meg tudjátok venni, meg tudjátok rendelni a stéges, meg a leszúrós változatot is. Tehát még egyszer elmondom, le van, normálisan meg van csinálva, ki van szivacsozva, zsanért, minden, hogy a orsótartó, orsó, semmi ne sérüljön. Amikor kapás van, ezt ráhagyjátok, nem is kell, a kapás megemelitek, már automatikusan ki fog nyílni, a harcsa húzza, ezt nem tudja innen kihúzni. Létezik sima, stéges változatban. Sziasztok, görbüljön mindenkinek, és ne felejtsétek, harcsázás.hu, Pintér Zsoltiék, Kén utca 6. Sziasztok, görbüljön mindenkinek!